Kedves nézőnk, a következőkbe a Hungarikán adatbázisnak a térkép, illetve tervrajz kereső adatbázisáról fogok beszélni. Ugye a Hungarikán az egy nagy, több részből álló adatbázis, könyveket, folyóiratokat, újságokat, térképeket, képeket tartalmaz, és ezeket főleg megyei levéltárakból, illetve megyei könyvtárakból gyűjtötték össze, digitalizálták, és teljes szöveges keresés formájában feltöltötték az internetre. Ennek van egy olyan része, amiben térképeket és tervrajzokat töltöttek föl. Ezeknek a térképeknek és tervrajzoknak a szöveges leírását is teljes szöveggel digitalizálták, tehát erre is ugyanúgy lehet keresni, mint ahogy például a folyóirat cikkekre vagy újságcikkre. Tehát ha a térkép leírásába minden egyes szóra, ami benne szerepel, abba tudunk keresni ebbe a keresőprogramba. Ez különböző, szintén különböző levéltárokból gyűjtötték össze ezeket az adatokat. A térképeknek a nagy része azok a Magyar Nemzeti Levéltárból, Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltáraiból, illetve Budapest főváros levéltárából származnak, illetve a tervrajzokat is a különböző megyei levéltárak adták ebbe az adatbázisba. Most ezeknek a keresési lehetőségére mutatok néhány példát. Ennek a keresési módjai hasonlóak, mint a Arcanumnak a keresőjénél. Tehát lehet keresni egy-egy szóra, vagy lehet kifejezésre is keresni. Most településekről szóló térképet fogok keresni. Maradjunk még mindig Orgoványnál. Ide a keresőbe beírom, jutok egy Entert, és lejönnek a keresési találatok. Ezt is lehet állítani úgy, hogy relevanciát átállítom úgy, hogy alapértelmezett, akkor dátum szerint fogja rendezni a kereséseket. És érdekességet mutatok, ezt a kettes számú találatot. Latin nyelvű címe van, ez magyarul azt jelenti, hogy Pest megyében Fülöpszállásról Izsák, Vadkert, Kiskörös, Akasztó felé vezető kereskedelmi és katonai utak térképe. Itt van, hogy mikor keletkezett, 1788-ban keletkezett ez a térkép. Magát a térképet úgy tudjuk megnézni, hogy rákattintunk erre, és lejön így nagyba. És ugyanúgy egér görgetéssel, vagy itt bal oldalt a plusz-minusz jellel tudjuk nagyítani, vagy kicsinyíteni a térképeket. Na most ez azért érdekes ez a térkép, mert 1780-as években több település, például Páhi, meg Orgovány még nem is létezett, csak puszták voltak. Viszont a név az már akkor is megvolt. Tehát rákattintunk, akkor látjuk itt, hogy amit az előző térképben is láttunk, az Orgoványi csárda, itt az útkereszteződésnél már akkor is megvolt. Innen ment egy út nyugat felé, egy majorsághoz, ez az út pedig tovább ment Páhiba. Na most Páhi akkor még nem volt szintén önálló település, hanem egy granárium volt. A granárium az gabonatárolót jelent szó szerint, és valószínűleg vagy a földes úrnak, vagy lehet, hogy a katonaságnak volt itt egy gabonatároló telepe. Egy másik településre keresünk rá, ugyanígy ebből a kereső sorba kell beírni a település, legyen például az, hogy Szank. Ez egy Kiskunmarsa melletti település. Itt összesen három találat van. A legelső térkép az Móriczgát puszta felosztási térképe. Ugye Móriczgát az egy Szank melletti település, viszont akkor csak 1895-ben még puszta volt. Hát erre rákattintunk, túl sok érdekességet nem látunk, mert maga a puszta földterületnek a földterületeit, illetve helyrezi számokat mutatja ez a térkép. Keresünk egy másik település, az legyen például Kalocsa, ami kicsit nagyobb. 79 találat van. Most ezeket a találatokat lehet rendezni, ha ilyen sok a találat. A relevancia az azt jelenti, hogy mennyire jellemző az a kifejezés a térkép leírásában. Alapértelmezett az pedig dátum szerint rendezi a találatokat. A tartalomtípus az lehet térkép vagy terv. A tartalomgazda az azt jelenti, hogy a találatok honnan, melyik levéltárból származnak. Itt fel van sorolva. A kép azt jelenti, hogy van-e képpel ellátott rekordok, vagy nem. Ugyanis ez az adatbázis, ez nagyon sok térképnek, illetve tervrajznak a leírását is tartalmazza, viszont magát a térképet szerzői jogi okok miatt nem lehetett feltölteni ebbe az adatbázisba, csak magát a térképnek a leírását.
Ezért, ha mi olyan térképet szeretnénk megnézni, amiből magát a térképet is nézzük, akkor erre kell kattintani, hogy képpel ellátott rekordok. Így csak 35 darab találat van. Például a legelső találat, erre rákattintunk, Kalocsa rendezett tanácsú város térképe, hát pontos évszám nincs, 1930-as évekből származik. Erre rákattintunk magára a szelvényre, és így tudunk böngészni kalocsai rég utcákba. Ez például azért is érdekes, hogy 1930-as években egyrészt mekkora volt Kalocsa város, másrészt meg akkor hogy hívták az utcákat. Mert itt ezen a térképen az összes utca nevet jelölik. Össze lehet hasonlítani a mai térképpel. Itt jobb oldalt, itt vannak különböző beállítási gombok. Ez itt például ez a fényességet jelöli. Ha mondjuk egy színes térkép van, és valamiért kicsit a színek eltorzulnak, akkor ezen tudunk így változtatni, világosítani vagy sötétíteni. A másik jelölővel a kontraszt arányt tudjuk módosítani, térkép kontrasztját. Ezzel a jellel pedig tudjuk elfordítani a térképet így. Ugyanis régen nem mindig észak felé tájolták a térképeket, hanem éppen ahogy a földmérőnek kedve volt, úgy készítette el, de általában az észak jelet, tehát egy nyíllal jelölték a térképen, viszont ha mi tudjuk, hogy hol van észak, akkor ezzel a nyíllal át tudjuk forgatni. Ha vissza szeretnénk állítani az eredeti irányba, akkor pedig erre a kis házikóra kell kattintani, akkor visszafordul az eredeti irányába a térkép. És itt van maga egybe a térképszelvény. Most ha egy kifejezésre akarunk rákeresni, például egy térképész nevére, akkor az ugyanúgy, mint a neveknél, a neveket idézőjelbe kell írni. Például Vásárhelyi Pál nagyon híres földmérő volt. Neki ebbe az adatbázisban 22 darab olyan térképe van fönt, amit az adatbázis tartalmaz, és ebből a kijelöljük azt, hogy képpel állható rekordok, úgy viszont csak 15. A leghíresebb műve az a Vásárhelyi Pálféle Duna mappáció. Erre rákattintunk, ez a mi megyénket is érdekli, mutatja. Most ez például a Pozsony és Dévény és Pest közötti Duna szakaszt ábrázolja a 12 térképen. Itt van a 12 szelvény, ez csak egy ilyen áttekintő ábra. És mutatok még egy érdekességet, ugyanis ez a Hungarikán adatbázis ez nem csak térképeket, hanem terveket is tartalmaz. Ahogy itt is van, hogy térképek meg tervek. Mutatok egy tervet. A keresőbe beírjuk azt, hogy Kecskemét városháza. Kapunk egy találatot. Budapest főváros levéltára őrzi Kecskeméti városházának a tervrajzát. A jelenlegi városházát az Párdos Gyula és Lechner Ödön tervezték, és 1893 és 95 között épült, és 1897 karácsonyán avatták föl. Itt 7 darab képet tartalmaz az a tétel, ide rákattintunk, akkor meg tudjuk nézni ezeket a képeket. És rá tudunk nagyítani az egérrel. Ez valószínűleg a földszint alaprajz lehet. Következő, ez lehet, hogy az első emeleti alaprajz. Az összes fal, az összes lépcső látszik. Ablakok helye, csigalépcsők, feljárók, ajtók, kapuk. Hát ez a teljes pontos tervrajza a mai Kecskeméti városházának. Vannak homlokzatrajzok is. Ez egy metszet. És
Ezek a levéltári források azért fontosak, mert például jelenleg is zajlik a Kecskeméti Városháza felújítása, és a felújító műemlékvédelmi szakemberek ilyen levéltári források alapján nézik azt meg, hogy hogy nézett ki eredetileg a Kecskeméti Városháza, és igyekeznek az eredeti formájába visszaállítani. Ez egy oldali homlokzat. Tehát minden apró részlet, ránagyítunk a tervrajzra, akkor meg lehet figyelni. Ez a második emeleti alaprajz, a főbejárat fölötti rész. Itt is látszik, hogy hol vannak a helyiségek. Ablakok, lépcsők. Ez pedig egy oldalsó metszet. Tehát, ahogy említettem az elején, ugye ez az adatbázis ez térképeket és terveket is tartalmaz. Különböző levéltárakból, különböző időszakokból. Tehát, ha az ember a helytörténeti kutatásai során a konkrét lakóhelyről keres információkat, akkor ezekben az adatbázisokban nagyon sok mindent megtalálhat. Jó böngészést kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet!